Kisebb tűzkeletkezett ma délelőtt az egyik tatabányai bevásárlóközpont parkolójában, mely a kivonult tűzoltók sikeres beavatkozásának köszönhetően egyre nagyobb lett, hozzájárulva ehhez a tűzbemutató sikeres lebonyolításához. Szerettük volna a lakosság figyelmét ráirányítani a karácsony a kapcsolatos veszélyhelyzetekre, tehát a sütésfőzés, illetve a karácsonyfa tűz és a gyertyák, csillagszórok használtánk veszélyére. Hektikusan változó, vannak évek, amikor igen, valamikor nem, de nagy átlagban azonosnak mondható. Tehát kicsivel több a munkánk, mint egy átlagos napon. Az első bemutatónk az a olajtűz imitációja volt. Mindenféleképpen a háziasszonyok higgadtan, nyugodtan gondolják végig, hogy mit fognak csinálni egy ilyen esetben. Nem szabad kapkodni, mint látszott, nem minden esetben a víz a legjobb oltóanyag, illetve arra figyeljünk nagyon, hogy ha nyílt lángot használunk, csillagszórót, gyertyát, akkor azt folyamatos felügyelet mellett és olyan helyen, ahol gyújtási veszélyt nem okoz. A izósoroknál pedig csak olyat használjunk, ami engedélyezett, és ezt ne hagyjuk bekapcsolva estére, illetve ha elmegyünk a helységből, áramtalanítsuk le ezeket minden esetben. Mindenképpen célszerű értesíteni, még ha sikerül is eloltani otthon saját kezűleg a tüzet, akkor is, ha bejelentik, 2 órán belül kimegyünk, átvizsgáljuk, hogy egy későbbi izóparázsló tárgy ne okozzon újabb tüzet, illetve a 2 órán túli, akkor pedig a biztosító felé tudjuk kiadni az igazolást a kárt szenvedettnek. Mint például a karácsonyfa környezetében lehetnek olyan anyagok, folyadékok, szilárd anyagok, akár a hajándék kimogolása, illetve... A bemutatót meglepően sok néző, köztük sok gyerek kísérte figyelemmel. Remélem tanulnak, illetve talán kis utánpótlás nevelés számunkra is megszeretik ezt a munkát.